Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai adásunkban először ellátogatunk Mórra, ahol Miklós Csabi pincéjét avatták fel nagy érdeklődés mellett. Azt hiszem, hogy a móri borvidék egy remek létesítménnyel gazdagodott. Nézzük meg együtt. Ünnepélyes keretek között az idei móri bornapok első napján felavatták Móron Miklós Csabi és családja új pincéjét. A több mint 130 millió forintos beruházás keretében az Ezerjó utca alatt modern pincerendszert alakított ki a Miklós család, megteremtve ezzel az összeköttetést a két pince alatt. A pince avatásán Nagy István, az Agrártárca minisztere köszöntötte a házigazdát és a meghívottakat, és bejelentette, hogy hamarosan benyújtják a parlament elé az új bortörvényt, amely a tervek szerint jövő év augusztusában léphet majd életbe. Valahogy a móri borvidék úgy van a magyar borvidékben, mint a királyi családban a legkisebb gyermek. Mindig az a legkedvesebb, mindig az a legkülönlegesebb, és mindig azt tud valami nagy dolgokat csinálni úgy a végén. És így vagy te a móri borászok között is, fiatalemberként, minden nap küzdve, valami olyat teszel le az asztalra, amelyre ez a közösség büszke. És mi azért jöttünk itt a valóságban, és szerintem a virtuális világ, aki csatlakozik és néz bennünket, az pedig pontosan azt érzi, amit mi, hogy jó itt lenni veled, és jó együtt örülni neked. A magyar gazdaság számára végtelen fontos a borágazat. Olyan változáson ment át az utóbbi 2-3 évtizedben, ami nem tudott más ágazat produkálni. Élen jártok a mezőgazdaság és agrár-élelmiszeripar úttörésében, hiszen mindaz a kezdeményezés, amely zajlik a borászatoknál, azt ütemkéséssel követik a többiek. Ti voltatok az elsők, akik rájöttek arra, hogy nem a nagy világfajták mentén kell menni, hanem meg kell találni a helyi fajtákat, mert abban van érték. Ti voltatok az elsők abban, akik megtalálták azt, hogy igenis palackozni kell, adnotok kell a neveteket ahhoz, hogy identitása legyen a bornak, hogy márkája legyen a bornak. Ti voltatok az elsők, akik rájöttetek arra, hogy mekkora érték a marketing. És ti voltatok azok, akik rájöttetek arra, hogy nem nagy tételben ömlesztve kell a bort értékesíteni, hanem palackozni. Meg kell hívni az embereket, le kell ültetni az asztalhoz. És elkezd épülni rögtön csak a borra egy egészen más ágazat, az idegenforgalom, vendéglátás, turizmus. Fejlődik a magyar gasztronómia, és valami olyan fokú egyéb hozzáadott érték zajlik rögtön a bor köré, amelyre méltók lehetnek büszkék te is, Csabi, és természetesen a magyar borászatok mind. Nehéz időket éltünk az elmúlt időszakban, hiszen a koronavírus járvány az pontosan ezt akadályozta, hogy az emberek leülhessenek, együtt lehessenek, ahogy Főherceg úr fogalmazott, hogy végre élünk már, és élni akarunk, és örülni az életnek. És nincs jobb, mint egy pohár bor társaságában megtenni ezt. Hogy kocincsunk, és azt tudjuk mondani egymásnak, hogy egészségedre. És ezt most tényleg nagyon őszintén lehet mondani, hogy igen, válik minden egyes korty az egészségünkre. A magyar kormány azért nyilván segítséget kellett, hogy adjon a borászatok számára. 2,6 milliárd forintos támogatás kifizetése az éppen most kezdődik. Azon borászatok számára, ahol visszaesés volt, ahol megérezték ennek a nehézségnek a hatásait, ennyivel tudjuk támogatni, tehát 2,6 milliárd forinttal. De van egy másik jó hírem is a borászok számára, még pedig az, hogy van egy 4,8 milliárd forintos borpromóciós tétel, amelyre minden borász pályázhat, amellyel azt szeretnénk, hogy megindulhasson újra a fogyasztás, újra pozícionáljuk a magyar borászatokat itthon is, és szerte a világba is, hiszen ez a járvány az azért mégiscsak nehezíti a kereskedelmet, nehezíti mindazt, amire mindenki oly nagyon vágyik, hogy a magyar bor minél több asztalon és minél több pohárbort lehessen. Úgyhogy megindul a 4,8 milliárdos promóció is. De van még egy hírem, mégpedig az, hogy most van végső egyeztetés alatt, és nyújtjuk be a parlament elé az új bortörvényt. Ez az új bortörvény pontosan azt hivatott segíteni, hogy minél kevesebb adminisztráció legyen, az e-pincekönyv is napra kész, nyilvántartást tudjon bizonyítani, azaz, hogy a borászatok versenyképesen tudjanak haladni és menni előre. Végül engedjék meg, hogy két dologról beszéljek, amely számomra nagyon fontos, és remélem, hogy támogatókra találok. Az egyik, egy nagyon régi vágyam, amit szeretnék megvalósítani, és
gyűjtjük az erőt hozzá, még messze vagyunk, de már közelebb, mint ahonnan indultunk. Gyűjtjük az erőt ahhoz, hogy a zéró toleranciából vissza lehessen lépni legalább egyet. Legalább egy pohár bor erejéig. Hiszen a magyar gasztronómia fejlődése az elmúlt 20 esztendőben tanított bennünket is arra, hogy hogyan kell kulturáltan bort fogyasztani. És épp itt volna az ideje, hogy döntsünk arról, hogy támogatjuk a magyar borászatokat azzal, hogy ebédhez vagy vacsorához egy pohár bort el lehessen fogyasztani. Egyet, nem többet, hogy az egészségünkre váljék. A másik dolog pedig az, aminél sokkal közelebb vagyunk a megvalósításához, ez pedig már a bortörvényben szerepel, és ezt örömmel mondom mindnyájuknak, ez pedig a murcinak a forgalmazása. Ugyanis eddig nagyon sok akadályba ütközött. Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselője, mint tőzsgyökeres Móri kiemelte, hogy az ország legkisebb területű borvidékére méltán lehetnek büszkék az érte dolgozók, a fiatal borászok, akik olyan jellegzetes és minőségi termékeket állítanak elő évről évre, amely gazdagítja az ország borkultúráját. Móri bor méltán híres volt már az 1800-as években is arról, hogy lajtos kocsiba kibírta az utat Bécsig, mert olyan savtartalma volt, hogy jöhetett meleg, hideg, az a bor bécsi udvarba fogyasztható volt. És azt gondolom, az megalapozta a mor jövőjét is. És hát miért fontos mor nekem, ha már a felmenőimet említettem? Hát morról nevezték el ezt az 50 kilométer hosszú móri árkot. És nem most, már sokkal régebben a földrajzból tudjuk. És hát ha már ide móri árok született, megszületett a móri borvidék, Magyarország legkisebb, egyik legkisebb borvidéke, azt gondolom méltán lehetünk büszkék, hogyha valahonnan ide kerültek és borral foglalkoztak, akkor elindították mór településnek azt a fejlődési részét, amely pont épp a fiatalokat karolja fel. És a Miklós Csabi élete erről szól. Én emlékszem arra az időszakra, amikor már 4-5 vagy 6 éve itt van a Varga Máté is, mikor a fiatal borászokat hívták össze, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy a móri borvidék, amely a megszűnés határán volt, mert majdnem 500 hektár alá esett a szőlőterület, ne szűnjön meg, és mit kell tenni annak érdekében, hogy újra virágzásnak induljon. És itt a közösségi médiát említette András, hát azt gondolom, hogy az is közrejátszott. Közrejátszott a jó bornak a minősége, közrejátszott a fejlesztések, és közrejátszott az, hogy valóban egy olyan kultúra alakult ki ezen a borvidéken, Mór, Csókakő, Csákberény, Zámoly térségében, hogy az egész borvidék települései, Csörédet is megemlítsem, hogy méltán lehetünk rá büszkék, hogy a megszűnés szélére sodródott borvidék igazából újra talpra állt, és most már olyan minősége jelenik meg, amely gazdagítja egész Magyarország bor imázsát. Én arra biztatok minden borászt, hogy fejlesszen, fejlődjön, hozza a minőséget, és járuljon hozzá ahhoz, hogy a móri borvidék továbbra is ezen a fejlődési pályán maradjon, és akkor meg tudunk jelenni nem csak Móron, nem csak Fejér megyébe, hanem Magyarországon kívül is fogyasztható bort tudunk előállítani. Azt gondolom, hogy ebben a kormány támogatása meg lesz, bízom benne, hogy ez a támogatás folytatódni fog, és arra készülök, hogy még további beruházások lesznek Móron, amely elősegíti egy borvidéknek a fejlődését. Itt volt egyszer egy miniszter, pénzügyminiszter még az első Antal kormányból, Szabó Iván, akkor gazdasági vagy pénzügyminiszter volt éppen, nem tudom. Ő úgy jellemezte a különböző alkoholfogyasztókat, hogy hogy jellemezi az országot. És mondja, hogy ahol a viszkit meg a vodkát fogyasztották, azok az országok népei általában hódítók. Ilyen volt Oroszország, Anglia. Ahol a sörfogyasztók voltak, ott a családos, meglett pocakos emberek voltak, ilyen Bajorország. És hát ahol a borfogyasztók vannak, ott a kultúra él, a borkultúra, ilyen Magyarország, Franciaország, Olaszország. Én azt kívánom, hogy ezt a pár napot, három napot, a járvány tekintet nélkül is töltsék kellemesen. Mindenki kóstolja meg a móri bort, és vigye a jó hírét. A Miklós családot Habsburg György főherceg, mint díszvendég köszöntötte, és kívánt sok sikert munkájukhoz. Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy itt tudok a mai nap jelen lenni, egy esemény, amit csak pozitív. Ez nekem olyan szükség volt az egész lezárások után, hát jobbra, balra lemondanak az események, és hát itt együtt vagyunk, kint vagyunk, teljesítjük mindent, hát amit meg kell csinálni, és egy nagyon-nagyon szép és pozitív eseményen részt tudunk venni, egy pincének a megújulás és megnyitás. Természetesen nekem egy kicsit nehéz volt elfogadni ezt a meghívást, mert hát amikor kapucínusok, pincék és Habsburgokról van szó, az ember normálisan valami másra gondol, hát amit Bécsben van, mert hát ott is egy nagyon szoros kapcsolat létezik a kapucínusoknak és a Habsburg család közt, mert hát ők ott hát őriznek meg a család, és hát amikor oda tudok menni a gyerekekkel, hát ők a legjobban tanulnak, hát mit jelent a Habsburg család, szintén történelmileg, hát amikor ott a kriptába megyek, de hát itt egy másfajta kriptáról beszélünk, ahol inkább spirituálisabb dolog léteznek meg, és alakulnak. És én gondolom, hogy ez is pozitív, amikor itt most a jövőről beszélünk, a jövő lehetőséget és a bor kultúráról. Mert hát ez nagyon fontos, hogy ezt támogatjuk, hogy látjuk, hogy ez nő Magyarországon, ez nekünk egy ilyen termék, amit a jövőben is hihetetlen fontos lesz nekünk, mert a magyar borok ilyen névjegykártya az országnak. És hát ezért örülök, hogy itt együtt tudunk lenni, együtt tudunk ünnepelni. Cserpakovics András Székesfehérvár polgármestere örömének adott hangot, hogy Miklós Csabit szülővárosában, saját közösségében köszöntheti, és itt köszönheti meg számára azt a rengeteg segítséget, támogatást, valamint a jó kapcsolatot, amelyet Székesfehérvár városával ápol. Nagyon szép együttműködési lehetőség az, ami a borkultúrában van, a egyetlen gasztronómiához kapcsolódó kérdésekben van Székesfehérvár és Mór között, és nagyon jó az az együttműködés, amit ezen a területen is ki tudtunk alakítani. És hát természetesen külön köszöntöm Csabit és családját, nagyon megtisztelő, hogy engem meghívtak. Most mondok egy fél mondatot, amit sokan itt nem biztos, hogy érteni fognak, a Csaba igen, hogy hát én egy kicsit ilyen kivétel vagyok, aki erősíti a szabályt itt most, ezt ő pontosan tudja, hogy miért mondom. Viszont annál nagyobb szeretettel és barátsággal érkeztem, mert így van alkalmam most egyszer az ő közegében, az ő közösség előtt megköszönni azt a rengeteg segítséget és támogatást, ami ő nyújt hosszú évek óta. Hiszen Miklós Erikával életre hívtunk 10 évvel ezelőtt egy Fehérvár Estély nevű rendezvény Székesfehérváron, ami ma már a Várostársasági Eseményének talán egyik központi eseménye. És a Csabi az első szóra jött, és ennek van egy jótékonysági célt szolgáló célrendszere minden esztendőben, és a jegyvásárlás mellett van egy borárverés, és ezt minden évben Csabi moderálja végig. Nagyon-nagyon érdemes erre a feladata, minden évben egyre nagyobb összeg lesz a végeredmény, úgyhogy abszolút Csabinak köszönhető. És az a hihetetlen szeretet, és az a hihetetlen tudás, szakmaiság és minőség, ahogy ő ott akkor abban az egy órában beszél borokról, az azt hiszem, hogy tényleg minden dicséretet megérdemel, és köszönetet is az én részemről. Úgyhogy ezért volt megtisztelő, hogy jöhetek, és most örülhetek vele, velük az ő örömüknek. A Miklós családnak a mindössze 500 hektáros móri szőlővidéken 8 hektár szőlőterülete van, amelyen évente 400 hektoliter bort készítenek. Az ebből készülő 50 ezer palack bort pedig kizárólag belföldön forgalmazzák. A pince tulajdonos elmondta, nagyon büszkék és hálásak, hogy a beruházás elkészülhetett. A borász beszámolt arról is, hogy a jellemzően fehér borokból álló kínálatuk hamarosan tovább bődülhet. Hosszú távú céljuk, hogy bevezessék a magyar piacra az 1000 jó pezsgőt. Nagyon jó érzés itt állni, ennyi barát, család, partner, segítőkészség előtt. Valójában én már 2 éve erre a pillanatra várok. 2 évvel ezelőtt a bornapok után akkor álltunk neki építkezni, és akkor még csak lebontottuk a tetőt, és utána rákaptunk az ízére, és akkor belementünk a föld alatti építkezésbe is. És egy ilyen építkezés után mindenki azt szokta mondani, hogy nagyon sok nehézséggel volt kikövezve. Viszont én azt mondom, hogy nagyon sok jó indulattal, nagyon sok jó szándékkal, segítőkészséggel, barátsággal. Gondolkoztam azon, hogy mi legyen az íve a beszédennek, és hát nem vagyok egy gyakorlott előadó, és én azt gondoltam, hogy azt szeretném majd a végén elsütni, hogy jó ma Magyarországon, jó ma Móron, jó ma a Kárpát-medencében borásznak lenni, de ezt kénytelen vagyok itt az elején elsütni, mert amikor elkezdtünk építkezni,
hihetetlen mennyiségű segítő szándékban volt részünk. Mindenki részéről. Nem csak a család, nem csak a barátok, hanem a helyi vállalkozók részéről. El kell mondanom azt, hogy annyira nagyon jól tudtunk építkezni, hogy mi erről álmodni sem mertünk, hogy ez így meg fog tudni valósulni. Megtervezte a borászatot Mundi József, székesfehérvári építész. Konzé István felépítette, keresem a tekintetét, de nem találom. A Pongrácz Tündi pedig leellenőrizte, és az Eisenberger Zsolt pedig bort készít benne. Ez egy csapat. Ez egy olyan csapat, akik nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Meg kell említenem azt, hogy voltak és vannak olyan önzetlen emberek, Súlyok István, Azurák Zsolt, akik nem csak erkölcsileg, hanem emberileg is támogatnak bennünket. Nélkülük nem állhatnék én most itt. Nem állhatnék itt, és megint sajnos a Konzé István tekintetét keresem, hogyha nem lett volna olyan segítőkész, hogy megtanítja nekem azt, hogy ha egy téglát a helyére akarsz rakni, akkor előtte nedvesítsd be, mert úgy fog tapadni rajta a ragasztó. Nagyon jól esett, hogy segítette így a munkámat, és támogatott olyan dolgokban is, hogy jó ütemben haladjon az építkezés. Csabikám, tessék megcsinálni a teherkötözői vizsgát. Megcsináltam a teherkötözői vizsgát, és valamennyi betonelemet, ami ide helyére került, én kötöztem meg. Nagyon büszke vagyok rá. Itt szeretném megjegyezni, hogyha valaki a jó borok mellé egy szakembert szeretné, aki megkötözi a terhet, gondoljanak nyugodtan rám. Nagyon köszönöm a családomnak, hogy mindig támogattak benne, hogy ezt megvalósítsam, és hogy csak a tudat, hogy ők mögöttem állnak, ez iszonyatosan nagy erőt adott. Nagyon köszönöm az Eisenberger Zsoltnak, hogy ő mindig úgy volt a társam ebben az egészben, hogy én tudtam építkezni, tudtam a kivitelezőkkel tárgyalni, ellátni azokat a feladatokat, amik egy ilyen építkezésen szükségesek voltak, és én nem tudtam koncentrálni annyit a szőlőre, nem tudtam annyit koncentrálni a pincére, de tudtam azt, hogy biztos kezekben van. Annyira nagyon tisztelem emiatt a Zsoltot és a Zsolt családját, hogy az egyik pinceágat Eisenberger pinceágnak fogjuk elnevezni, és emellett még ugye az is szól, hogy ugye édesapámmal, amikor a legelső, nem a legelső, második szőlőterületünket vettük, ott az oltványokat a Zsoltnak a nagypapája oltotta, ha jól tudom. Ugye Zsolt? No. Önzetlenség, barátság, jó indulat, minden megvolt a város, a térség részéről. És itt most a barátaimra, szakemberekre nézek, mindig volt olyan telefonszám, akit felhívhattam, hogy hol kell lenni annak a csatlakozónak, hol kell lenni annak a bekötésnek, hogy kell ennek kinéznie, és nagyon hálás vagyok a Frittmann Petinek, mert akármikor telefonáltam, soha nem nyomott ki. Pedig már szerintem biztosan az agyára mentem, hogy hány helyre, milyen csatlakozás, milyen tömlő kell. Tehát egy picit el is veszek ebbe, annyira nagyon boldog vagyok, és annyira nagyon nagy öröm itt állni, és lesni a tekinteteteket. Hálás vagyok a Teremtőnek, hálás vagyok a sorsnak, hálás vagyok a környezetemnek, hálás vagyok a Móri Borászok közösségének, mert tudni kell itt mindenkinek, hogy nagyon egészséges és nagyon jó az együttműködés Móron. Amit Gábor kihangsúlyozott, hogy egy pici borvidékről van szó, sokkal könnyebb egy irányba nézni, és sokkal könnyebb programokat, sokkal könnyebb szakmai programokat szerveznünk. A köszöntők után az új pincét Faccioli Marco, a magyar kapucinus delegáció delegátusa szentelte fel, a pincetúra végén pedig Istvánfalvi Dávid morváros alpolgármestere mondta el az első pohárköszöntőt, amelyhez a vendégek egy pohár Miklós Csabi féle ezredes ezer jóval kocintottak. A következőkben ellátogatunk a Jancsárkerti biopiacra, hiszen a termelői piac nagyon fontos szerepet játszik Székesfehérvár életében. Az imént játékosan úgy fogalmaztál, hogy 400 szombat óta vagy itt a termelő és biopiac élén, a Jancsárkertben. Én azt gondolom, hogy ez egy remek dolog, hiszen sikertörténet a biopiac. Ugyanakkor ebben az esztendőben a COVID koronavírus járvány alaposan rányomta a bélyegét, azt hiszem, bár a termelők azért ugyanolyan szinten tudtak dolgozni. De mennyit jelentett ez a piac számára? A piac számára azt jelentette, hogy
alkalmazkodnunk kellett, és meg kellett tudnunk tartani a vásárlók bizalmát azzal, hogy azt érezzék, hogy viszonylag kevés kockázattal jár eljönni a piacra vásárolni. Nagyon sokféle intézkedést tettünk. Egy kicsit kedvező adottság az, hogy részben a piac szabadtéri. Tehát itt szabadtéren van egy bevásárló utca, a csarnokon kívül. Itt mégis nagyobb bizalommal vásárolnak az emberek, de itt is természetesen a maszk használat, akkor távolságtartásra figyelünk. A csarnok egy külön kérdés. A csarnokban érintésmentes kézfertőtlenítők állnak rendelkezésre, és még szigorúbban a maszk használatot, távolságtartást megköveteljük, hiszen ez a mi érdekünk. Akkor tudott, és így tudott csak a piac fennmaradni, hogy a vásárlók érezték azt, hogy biztonságban tudnak vásárolni. Az árusok oldaláról nem látok lényeges különbséget, ugye az állattartóknál zajlottak az események a gazdaságban, a növénytermesztők sem fogták vissza magukat, és a szokásos árukínálat jelent meg tavasszal is, nyáron is, most ősszel is. Természetesen az ősz módosítást hozott a választékban, egyre inkább dominánsak az őszi termékek, nagyon nagy a szőlőválaszték, alma, körte, de már megjelent a dió, mandula, gránátalma, de még a nyári termékek egy része is még megtalálható, például málnát még lehet kapni egy-egy alkalommal, vagy például megjelent ma egy új vásárlónk széles saláta kínálattal. Tehát, de azért mégiscsak már az őszbe tartunk, és egy kicsit eltolódott a kínálat. Nem tapasztalni az árukínálatra vonatkozóan bármiféle változást a Covid hatására. A kormányzati intézkedések nagyon sokat tettek azért, hogy az őstermelők biztonságban érezhessék magukat. Ez mennyire nyomja rá a bélyegét, ez a segítség, a kormányzati szándék a termelői attitűdre? Gondolok itt elsősorban arra, hogy a termelők most már talán inkább biztonságban érezhetik magukat. Igen, ahogy említettem, tehát az, hogy állandóan jelen van ez az 50 körüli termelő itt szombatonként a piacon, mindig lehet rájuk számítani. Egy-két esetben fordult elő, és lehet, hogy is egy speciális egyéni egészségi okok miatt, hogy valaki a járványra hivatkozva nem jött el. De akkor például más küldött el maga helyett, és a családból más árulta ugyanezeket a termékeket. Tehát a termelőket is úgy érzem, hogy biztonságban tartották ezek az intézkedések. Ami a piacot illeti, itt viszont sajnos ismét szembe kellett néznünk azzal, hogy legutóbb megjelent egy termelői piacokat ösztönző agrár minisztérium által kiadott pályázat, a termelői piacok eszközbeszerzését támogatandó, de itt megint 8. éve működő piacunknak szembe kellett azzal nézni, hogy egy városban működő termelői piac ki van zárva az ilyen pályázati részvétel alól, és sajnos ez azt kell mondani, hogy ez eléggé hátrányos számunkra. Az ország egyik legrégebben működő, talán egyik legsikeresebb piaca vagyunk, és minden csak magánerőből tudtunk elérni, mert a kormányzati támogatások mindig a vidéki településekre és mindig az önkormányzatokra irányultak, a városokban működő termelői piacokat figyelmen kívül hagyták. Visszatérve az árukra, mennyit változtak az árak? Sokan aggódtak, hogy az idén ugrásszerűen megnő, hiszen szélsőséges volt az időjárás is. Ez mi történt itt nálatok? Azt tapasztaltuk, hogy tavasszal, amikor megjelent a koronavírus járvány, akkor ezt következő időszakban emelkedtek az árak, mondjuk az elmúlt év őszéhez viszonyítva. Most viszont azt látni, hogy a tavaszhoz viszonyítva stabilizálódtak az árak, nem növekedtek tovább. Viszont ez azt jelenti, hogy az elmúlt évhez képest a zöldségárakban, gyümölcsárakban láthatók komoly változások. Továbbra is érvényes az, hogy egy vásárlónak meg kell gondolnia, meg kell nézni azt, hogy hol vásároljon. Például almát most nálunk a piacon jelentősen olcsóbban lehet vásárolni, mint a nagy áruházakban, a áruház vásárló
láncok, áruházláncoknál, annak ellenére, hogy az almatermés kilátásai nem a legjobbak. De nálunk, amíg 300 forint körül megkapható, finom minőségi, saját kertészetben termelt alma, addig ez az áruházláncokban a duplája, vagy legalább a duplája. Olvashattunk és részt vettünk személyesen is olyan akciókon, ahol társszervezetekkel fogtatok össze különböző akciók keretében. Ez folytatódik? Igen, most mint egy 8 éves tevékenységünk összefoglalásaként egy fehérvári családi életmód hétvégét szerveztünk, ahol nem csak az egészséges táplálkozásra, az egészséges élelmiszerekre fókuszáltunk, hanem emellett a családi környezetvédelemre, a csomagolásmentes vásárlásra, a műanyagok kiváltására, valamint, és ez egy új szempont volt, hogy a foglalkozunk ne csak a fizikai egészséggel, mondjuk az egészséges táplálkozáson keresztül, hanem a lelki egészséggel is, és ezért erre az eseményre, ami a két hete zajlott, meghívtunk Fehérvárról neves mentális egészségbe tartozó szolgáltatókat is. Ezt a rendezvényt a tapasztalatok alapján továbbfejlesztve szeretnénk jövő tavasszal is, és jövő ősszel is megismételni, hogy minél több Fehérvárhoz eljusson az, hogy egy egészséges életmódba beletartoznak mindezek a kérdések. Helyit eszem, helyit veszem, mert helyin az eszem. Ugye ez a székely mondás ezerszeresen igaz a Jancsár kert piacra. Ugyanakkor azt látjuk, hogy szép lassan kinőttétek. Mi újság a fejlesztéssel, hiszen ez is szóba került? Igen, a fejlesztési döntési folyamatban volt egy kis megtorpanás a nyáron. A közművek kiváltásával kapcsolatban vetődtek fel műszaki technikai kérdések, amit viszont örömmel jelentettem, hogy ez megoldódott, és egy másfajta épület elrendezéssel sikerült azt a mintegy 100 millió forintos többletköltséget elkerülni, amit itt a közműkiváltás elmaradása nélkül el kellett volna beruházónak, a tulajdonosnak szenvednie. Tehát egy kicsit újraindul a tervezés az épületek újabb elhelyezésével. Kilátások szerint tavasszal el fog tudni indulni az építkezés, és a jövő év végére egészen biztos, hogy szinte a területnek minden négyzetcentiméterre meg fog újulni. Egy nagyon barátságos, nagyon modern és nagyon esztétikus kis égkövele Székesfehérvárnak ez a terület. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!